Ezek a felvételek a József Attila gyermekkönyvtárban készültek, ahol mesés programokkal kedveskedtek a szakemberek a fiataloknak. Az intézményben szervezett akciók csak egy kis szeletét teszik ki azon lehetőségeknek, amelyeket érdemes megtapasztalniuk a gyerekeknek. Mint arról töröknél Antal Mária gyermekkönyvtáros beszámolt, a nyári szünet lehetőségek tárházát kínálja mindenki számára, az olvasás és az élményszerzés mellett hasznos tapasztalatokat is gyűjthetnek az iskolások, ha jól használják ki az időt. Ami nagyon fontos a nyári szünet alatt, lehet sokat olvasni. Van egy olvasó pályázatunk, amely arról szól, hogy ha bármilyen könyvet elolvas a gyerek, mi is segítünk választani. Arról csak ír egy pár mondatot, leírja a szerzőt, a címét, kinek ajánlja, miért tetszett, és benevezett az olvasó pályázatunkba. Ennek az a lényege, hogy mindig gyűjti ezeket a pontokat, és utána, ha sos, akkor kap egy igazi sárkánytojást, mert a sárkány elrabolta a könyveket, és úgy tudjuk visszaszerezni tőle, hogyha elolvassuk. És az lesz a jutalma, és a legnagyobb jutalom az, hogy egy kortás író adját az ajándékot. Ez a pályázat most júniusban lejárt, újraindítottuk, és jövő júniusig tart. A szakember azt mondta, mind a szülők, mind pedig a gyerekek rendkívül sokat változtak az évek során. Most egy olyan generáció látogatja meg rendszeresen a könyvtárat, akik szeretnek olvasni, szeretik a könyveket. A digitális világ ellenére sokaknak van igénye az igazi dolgok megtapasztalására. A gyerekek változnak, mint ahogy minden felnőtt más, a gyerekek is másak, és most szerintem most nevelődött fel az a korosztály, aki szívesen betér. Nagyon interaktívak, tehát eh, fontos nekik az, hogy legyen egy kézzelfogható alkotó, eh, amit tudnak csinálni, alkotni tudnak, ez nagyon fontos számukra, és szeretik a kalandos, izgalmas könyveket is. Tehát, eh, szívesen kérnek tőlünk tanácsot, ajánlatot, hogy mit olvassanak. Van is könyves listánk, hogy mit ajánlunk különböző korosztály számára. Tehát ezek is nagyon fontos dolgok. A gyermekkönyvtár helyi szinten az egyik legfontosabb bázisa a fiataloknak szóló programoknak. Törökné Antal Mária azt mondta, számos tényezőnek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy intézmény népszerűvé és szerethetővé váljon, és ezt a népszerűséget fenn is tudja tartani. Pont a színes programokkal, a kedves könyvtárosokkal, vagy azokkal, akik ott dolgoznak, a sok Kötlettel, amit próbálunk kitalálni, azzal, hogy bevonzuk őket, ez nagyon fontos. Meg az, hogy mi is üdévé varázsoljuk a helységet, ahova várjuk őket. Ez is nagyon fontos. Az, hogy, hogy legyen egy-két baráti szó, hogy, hogy, tudjunk neki tanácsot adni, ötletet adni, Ez, ezek is nagyon fontos dolgok. Bár a modern, egyre inkább digitalizálódó világban szinte mindenki használ már okostelefonokat, Törökné Antal Mária örömmel számolt be arról, hogy a gyerekeket azért sikerült kimozdítani ebből a közegből, és sokan válnak visszatérő látogatókkal a könyvtárban.